A Nemzeti Népegészségügyi Központ figyelőszolgálatában résztvevő orvosok jelzései alapján az országban 2020. január 27 és február 2 között 30 ezer fő, az előző hetinél 72%-kal több beteg fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. 100 ezer lakos közül 307 fő kereste föl az orvosát influenzás panaszok miatt. Egy hét alatt az orvoshoz fordulók száma tornamegyében több mint négyszeresére emelkedett, ezért a Balassa János Kórházban teljes látogatási tilalmat rendeltek el. A járvány erősen terjedőben van, ilyenkor kell a kórházba bent fekvő betegek védelmében a látogatási tilalmat elrendelni. Most is itt tartunk egyébként. A megfigyelt adatok és a hozzánk eljutatott adatok rohamosan terjedő influenza járványról tájékoztatnak. A látogatási tilalom ellenére a bentfekvőkkel szükség esetén a kapcsolattartásra megoldásokat dolgozott ki a kórház. Kritikus állapotban levő, vagy nagyon súlyos állapotban levő betegeknél nyilván az emberiességi szempontokat muszáj figyelembe venni. Ilyen esetekre, hogyha az osztály vagy az osztályos orvos kezdeményezi, akkor itt nálunk az igazgatáson az orvos igazgató adhat engedélyt arra, hogy betegekhez egy-egy hozzátartozó a megfelelő szabályok és védőfelszerelés viselésével rövidebb időre bemehessen. A látogatási tilalom idején azokat a vizsgálatokat, melyek halaszthatóak, vagy a berendelt betegeken az influenza tünetei jelentkeznek, később végzik el. A tilalom kiterjed a Bonyhádi kórházra is.